Amatőr képregény rajongó, köszönöm mindenkit nagy szeretettel, illetve a jó művész urakat, nagy tapsot kérjük már neki. Köszönjük szépen! Köszönjük az apropója ennek a kis beszélgetésünknek szinte semmi, de összejött ez a képregény találkozó ebben a gyönyörű teremben. Kicsit nekem van egy fellépő helyünk a Duma Színházban, Szigetváron, ahol egy ugyanilyen teremben értünk föl, nagyon rossz akusztikával, és kérdezték tőlem, hogy milyen ott a közönség, és mindig mondom, hogy cémudák lavába ülnek, dermedten is félnek. Tehát ilyen rettegés. Itt most megpróbálunk nem cémudák lavába ülni, és egy kicsit jobban érezni magunkat. Minden drága rajongó közönségnek szeretném kérdezni, hogyha úgy érzed, hogy van egy olyan kérdés, amit föl szeretne tenni az író uraknak, akkor nagy szeretettel föl lehet tenni. Lehet ilyen? Bármikor. Az év bármely napjában, kivéve karácsony este. Nekem az első kérdésem rögtön Bíró Szabolcshoz, a drága feleségem, csak hogy tudjad, ő magyar tanárnő, és én még nagyon jól keresek, és ő megengedhet magának ezt a hobbit, hogy más hülye gyerekét semmiért tanítja, magyar vagy meg mindegy, szóval ez a hobbija neki, és kötelező olvasmány vagy az ő iskolájában, ő tett téged kötelező olvasmányját. És ha ne köszönj meg, majd adjál át neki 6000 forintot. A lényeg, hogy a feleségem gyűjteményéből kiszedtem egy olyan könyvet, hogy a vörös, mi is a címe? Az utolsó vörös barát. Az utolsó vörös barát. Hogy miért kellett neked, hogy mondjam a kérdést, hogy hívják? Szóval, hogy a Lendvai Ildikóról miért kellett könyvet írni? Ez lett a kérdésem. Nem válaszolja, csak úgy kitaláltam. Még meg sem halt, de már könyv van Lendvai Ildikóról. Az utolsó vörös barát címmel. Valamit kell írni, amit rengeteg lesznek, hogy aztán így hobbiból a történelmére. Igen, igen. Bán úr, hozzád egy nagyon egyszerű kérdésem van. Nekem, ne haragudj, hogy megvan az összes sajnos egyenlőre. Van egy drága barátom Zalaegerszegen, ő rajongott full fanatikus módon, és amikor elolvassa a könyveidet, akkor nekem elküldi postán ezt a Hunyadit. Most már a könyves polcon úgy számolom, hogy 109 centi, hogy mi vett rá, hogy szóval nem vagy normális, ezzel vagyunk, ez az, hogy meg, és még meg sem halt a Hunyadi, de nem is fog, hogy mennyi bört lehet lehúzni erről a szerencsétlen kétpanosos korkor emberről, mert tényleg csodálatos, ne válaszoljál rá. Céggel, és a polcok méretét ez a... Igen, azért mondom, ott van a nagy bárt, vagy nem tudom, csatabárt, nem tudom. Urbánszki úr, viszont te meg fafaragó vagy, úgy tudom, ez a feleségem mondta, hogy nekünk kellene a sufni mellé egy olyan kis kar, hogy esetleg van időd arra, hogy meg tudnánk állapodni, hogy azzal valami kifaragsz rajtam kívül. Tudtam, hogy szükség lesz erre. Igen. Jó. Szóval ezek csak a poénok voltak, mert én készültem mindenkire, mert mondjuk az a 108 centi az rettenetes. A rengeteg pénzedre visszatérve, amúgy esetleg. Igen, beszélünk erről. Állítsak keterénk rajta egy kicsit. Beszélünk erről is. Azt olvastam, ahogy Urbánszky urat te fedezted föl, hogy ez hogy volt. De ez hogy? Nem tudom. Ez egy másik életben, egy másik galaxisban történt. 2011-ben. Valahogy év eleje óta, ez pontnak, hogy ez előző év vége óta, én nagyon gondolkodtam rajta, hogy nekem akkor nagyon nehéz volt kiadót találni, gyakorlatilag lehetetlen akkoriban még. Most már szerencsére sokkal bátrabb. Miért? Nem a neved miatt? Nem. Ez valahogy 2008-tól zuhantak nagyot a könyvpiac, és nem nagyon hittek magyar szerzőkben. És egyre jobban gondolkodtam rajta, hogy csinálok egy saját kiadót, de vagy csak magamnak. Azt úgy nem akartam, hogy csak azért magam kiadjam. Csak olvasgattam neten mindenféle novellákat, és belefutottam egy rohadt jó írásba. Egy középkori kisrácról szólt, aki készít egy ilyet, és medvére akar vele menni, aztán rájön, hogy ez nem olyan egyszerű. És klasszikus ízű volt, már a felénél a torkomban dobogott a szél, mondom, ki ez a faszja, aki ezt írta? Öreg figura, nagy szakállal, és én azzal a kezdéssel írtam neki e-mailt, hogy
hol jelent meg könyve, meg szeretném venni. És akkor egy ilyen, hogy hogy ő neki könyve, de hogy ő csak itt netre írogat, mondom, akkor évvégén... Tanuló vagyok én még mindig. Erre emlékszem erre az ígéretre, mondom, évvégén... Mi volt? Tanuló vagyok még mindig, kezdődik. Tanuló, persze. Mondjuk, hogy sokat röhögök majd ezen. Ezt megígértem neki, akkor hogy évvégén vagy találok neki is egy kiadót, meg magamnak is, hogy csinálok egyet, és csináltam. És ugyanaznap jelent meg az olyan Szugróza című regényem, meg az ő első könyvem. Szugróza ilyen várban az elején, nem egy ilyen várban az elején? Nem, az nem. Mint az is megvan az asszony. Szerintem a Prágai Károly hívnak a hívfő. Az ő. Mondom, hogy ki vagy gyilkos, megmondom, az asszony megvan. Igen, és akkor abból az első Urbánszki könyvből lehet, nem titok, hogy mennyi fogyott? Gyakorlatilag mind elfogyott, de a számot, ha lehet, akkor nem mondtam. Az mindegy, de minden fogyott, aminek megugrottam. De nagyon jó volt, mert én a kiadót azt úgy hoztam létre, hogy tudtam, hogy tehát abban nincs semmi pénz, semmi lehetőség, hogy ez hosszan kitartson. Én ezt egy ugródeszkának szántam, magamnak is, Lacinak is, meg még két író volt, aki végül is innen rugaszkodott el. És az volt a jó, hogy amikor egy 3-4 évre rá, mert tényleg azt láttam, hogy ez csak a pénzt, meg az energiát viszi, és nem hozza vissza, ha csak ugye a könyveket nem nézzük, hogy ezt milyen jó kézbe fogni, mert azért ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy láttam, hogy ezt ilyen formában abba kell adni ezt a vállalkozást, viszont én a Lacit is. Hát eredetileg kiajánlani akartam más kiadónak, kiderült, hogy nem kell, mert ő kiajánlotta magát, és innen átkerült egy jóval nagyobb kiadóban, és most onnan egy még nagyobb kiadónál van, szóval abszolút erre nagyon viszont. A csúcson van. Szerintem csak tök jó. Három kiadónál vagyok. Az bocs, három kiadónál. Nem, hát nekem ez nagy dolog gyerekek. Most na jó, nagy két könyvnek hangzik két, de három, az három. Értem, jó, rendben van. Bánul. Vagy kifejtem, csak mint nem. A kérdésem nagyon egyszerű lenne, mert hogy amikor elkezdted ezt a gondolatot, az rendben van, hogy Hunyadi egy óriási kategóriájú figura, kész. Tehát, mint törtem tanár, kb. Olvastam én is róla, az, hogy te tudtad a legelején, hogy ez irtózatos hosszú lesz? Ha tudom, hogy ilyen hosszú lesz, akkor nagy bajban lettem. Azért kérdezem, hogy... Ez a világ leghosszabb trilógia, mert... Nem a 9 részes, a tizedik ilyen tartalma trilógia. Igen. Kicsit a Csillagok háborúja, nem? Igen. Ez meg még rávilágít a matematikai különbségei erős kor. Trilógia. Plusz egy. Rázás. Nem tudom, nyilván, hogy ezt normális ember ilyen hosszú vállalkozásban nem kezd, de most már mindent. Biztosan sok időt van. Na, végén majd egybe tördelitek három vastag könyvre. Igen, szép szó. Három vastag könyvbe? Hát így is ráadásig meghalsz, egyszer életem. Az, ha leszakad az a polc, ez nem a véletlen műve. Ja, értem. Mondjad, bánul, én teljesen jól vagyok. A polc leszakadásnál már tárgyalunk egy újabb dolgot, hogy álltott széggel egy egyeset. Tömörfa bútorra dolgozom, de amennyiben. Erre nem azért. Nem véletlenül mondtam én ezt, nem véletlenül. Lehet, hogy én vagyok nyilvánosság előtt majd, mert az én nyugdíjas vagyok már, tehát miért? De alacsonyan gyártsa, mert én nem érem el, ahova a Hunyadit pakoljuk ezt. Mindig más kell megjönni, hogy várom. A Hunyadit nem kell forgatni, mert önmagába fölér egy polcfogaság. Nálam függőlegesen ma betegült, az éjjel vagyok a polc. Mind a hármatokhoz lenne ez a kérdés, hogy te hogyan kezd el, az rendben van, hogy kifigyelsz, hogy negyedik Bélát, oké, rendben van. Anzsú brigád, teljesen mindegy. Anzsú. De hogy honnan van ehhez neked olyan gyúanyagod, mert persze egy fantáziai szerelemszál bele lehet tenni, kartozás bele lehet tenni, van egy vezérfonal, amit mondom a történelemkönyv, de azon kívül, honnan veszed ezeket a belső információkat? 2009 óta gyűjtöm a 14. századdal foglalkozó szakirodalmat, amiben már ilyen doktori disszertációk is benne vannak. Uh-huh. Úgyhogy az általános dolgokat azt szerintem már kivégeztem. Most már ilyen tényleg ezeket a nagyon hardcore szóságokat olvasom, hogy mit tudom én. Most Nagy Lajos Nápolyi trónigénye a diplomácia fényében című, nem tudom mi, amit így internetre felkerül, PDF-vel, üldözgetik egymásnak, a doktorandusok, hogy én meg azt így megszerzem. Értem. Ez ilyen pszichopata, ilyen őrült valami. Jó, hogy
Jó, jó, jó. Azért van, mert nehéz már így a 11. század, hogy nagyanyám még emlékezik rá. Tehát, ilyen nyilván. Szerencsére folyamatosan most is jelennek meg friss anyagok, amik esetleg cáfolják, felülírják, vagy megerősítik a régieket. Oklevélfordításokból dolgozom meg, szerencsére rengeteg hagyományőrző barátom van olyanok is, akik akár régészekként is dolgoznak, vagy például hát mondtad a kardozást, nálam az is igazából középkori vívókönyveknek a magyarra fordított változatából kerül át prózába, úgyhogy ezekre is nagyon-nagyon figyelek. Aha. Úgyhogy hát minden ilyen apróságra én rávarapok. Egyetemi dolgozatoktól kezdve fordítások. Igen. Ez egy nagyon hibás megközelítés, én is ezt a hibát követtem el. Sokkal egyszerűbb megoldása. Hasonló. Neten le kell kérdezni a olvasókat, hogy mit olvastak a neten ezzel a korral kapcsolatban, és tudni fogják. Tehát abszolút megbízható információ. Délután hány óra, hány perckor haltak Cezárényi bíboros? Egyébként ez tényleg egészen elképesztő, mert nem is gondolnád, hogy milyen mély ismeretekkel rendelkeznek szakértők, és ezt most kivételesen komolyan mondom, nem mindenki szerencsére, de érdemes megkérdezni őket. Tehát az a helyzet, amit Szabi elmondta. Válaszolnak neked? Válaszolnak nekem. Komolyan, e-mailben vagy telefonon? Vagy különböző hangvételben. Jó. Ne próbálják írni többet. Hosszú volt, nem is volt. Tehát azért... Sokkal hosszabb volt, rövidebb volt, igen. Aha. De tehát neten küldesz információt? Nem, küldenek. Tehát, küldenek? Persze, amire Szabi utal, tehát gyakorlatilag egy adott csata, egy Vármai csatáról van szó, igen. Ahol a könyvben szereplő egyik hős, Cezárényi Boros halálát lehetett, utána a menekülésbe. És hát az olvasók egy része, szerencsére nem nagy számban beszélünk, jelezte, hogy nem így történt. Cezárényi Boros délután 4:30-kor halt meg. Kávét fogyasztott? Kávét fogyasztott, betért egy szendvicsbárba, és basszony érkezett érte. Tehát megbízható információkat a netről. Ennyi, világos. Hozzátenném, hogy ez tényleg megesett ez a dolog, hogy Cezárényi délután halt meg. Halálos. Te honnan szerzed az információidat? Meg fogsz lepődni a netről, mindenhonnan. Egyrészt én emlékszem, mert én 65 éves vagyok. Sőt, már elmúltam, tehát már... Értem. Jézus, még a bölcsőben ingott, te már ott voltál. Ajándékot vittél neki? Nem emlékszem, mert ülőhelyen volt. Ahogy a Fábri van, Mirhát és Turhát. Nem úgy történt az egész sztorizás. Hogy én sokáig hajóztam egy évtizedig, és a kerékáráson, a kormányban, meg a kormányosban, ugye megjegyzem, hogy az a vadromantika a hajózásról, ami elképzelő, hihetetlen unalmas, állatlanul kell figyelni, és azt a nagy fenyőfát, ami ott kirúg, és hogyha föltönik mögöttem, mely megyünk előre, a templomtorony, akkor át kell vágni arra a résre. Ez egy ilyen sztori. Most ezt kell memorizálni 1000 kilométeren keresztül. Én matróz voltam, én fölültem oda, a dolgom az volt, hogy fiam, befogod a pofát, figyelsz! Én most hihetetlen tudom, befogtam a számot, figyeltem, és olyan mesék voltak, hihetetlen. Tehát, én a folyamszabályzásnál voltam, semmi romantika nem volt benne, az volt a hajós látodnak a szegény legénye. A vázi börtönben hirdettek, hogy gyertek a fókához deregésnek, ez tényleg halálkomoly volt a dolog. Minden simlis, szakadt, alkoholista, évente legalább egy-két ember meghalt egyébként a esetekben. Én sokában rengeteget nyertem, utána mindent elvesztettem, úgyhogy abba hagytam a kártyázást ott nála. Na úgy történt, hogy fönterünk a kerékállásban, hogyha a kormányos úrnak pisilnek, megfoghatom a kormányt, ha kaki, akkor tovább tartanak a kormányt. Ha akar beszélgetni az Isten haragjával, akkor én tartottam a kormányt, hogy elmentem, hoztam neki kávét, utána elmentem cukorérnek, elég cukrot hoztam. Ilyenek voltak, tehát csicska volt az ember, és ő közben unalomból megjött. Igen. Nem azt mondtam, hogy igazat mondta, hanem elmondták a meséket, hogy álltak havonta, három havonta ismétlődve, és egyre jobbak voltak. És megéreztem az alkotás, a teremtésnek az örömét. Baszki, amikor én a Sanzerizén sétáltam az a hatosztályos bunkó hajóvezetőért, egy hihetetlen. Érted, tehát így a Duma, a mese, a legenda, a teremtése. A Fábri, amikor összebarátoztunk a Fábrival, csak mondom neked, ő megesküdött rá, hogy ő még amikor fiatalon volt Párizsba, akkor ő még látta a Bastille-t.
De most figyelj, mondtál. Azt mondta, hogy 60-80 év ott volt. Ő sosem felejti el. Így. És képzeltem még azt is, aki nem történt tanár, így. Szóval ilyen jól lehetően itt, hogy így állt, hogy most. És mondom, hogy de Sanyi, hát hogy abból a kőből épült a Baszkin tér, vagy hogy láthattad, de egy több lakos lett. De az nem az volt. Tehát az teljes, az így ugyanez. Na most, hogyha mi ott nem lettünk volna olyan tudósak, mint meg, akkor mai napig tudnánk, hogy a Fábri még látta a Baszkint. Ezt azért hallottátok ezt a tudót. Na, a sztori az van, hogy hát itt a teremtésnél, hogy a bírószabélyek vannak dokumentálva. Bámbornak a Hunyadi abszolút dokumentálva, annyira, hogy beteg fel. Csórikának minden figyelembe kell venni. Olyan részletesen, rászolnak, hogy olyan részletesen van a Hunyadi dokumentálva? Sok dokumentáció van neki már. Neki? Ja, ezeket ő írta. Neki néhány sorban. Most már igen. Szinte jó állapotú ilyen oklevelek. Nálam az önéletről az a nekem egyszer annyi információm van például. Apámról nincs információ, nem? Már bocsánat, csak úgy így kezdett volna úgy, hogy ki volt az apám, ma is se tudjuk. Tehát, hogy valaki a nevére vett. Bámor tudja? Apám benne van a Wikipédiában, a román Wikipédiában idézik Hunyadinak a nem tudom a rokonságát, amit ő írt ki. Talán. A román Wikipédiában a Hunyadi regényekből van, készítve a fiktívan, bemutatva a történelemként. Így járultam hozzá a román történelmi tudományhoz. Tuplájára nőtt a történelem. Igen, ugye van ez a rettenetes legenda, hogy ugye a románok, ugye ez a dákó-román elmélet, hogy ugye Romulus és Remus ugye a csöcsöt szólta, és a románoknak ugye egy kamfarkas. Erre magyarodjunk el szerintem. A feleségem szígyeli magát az első során. Jó. Előző kérdésedre válaszolva, ha már nem engedte rendek, ahogy megfejtsem a dolgot, hogy én régebbi korokról most komolyan beszélve írok a tatárjárás korában az a legidősebb kor nálam, amikor is azt írták le, hogy 1242-ben már nem május 16-a után az osztrák herceg megtámadta Pozsony vármegyét, a megyei ispán hadai kiűzték onnan. Pont vonás, ennyi az összes sztori, nem létezik több sztori, azon kívül lett még erről a bár ír 940 oldalt, erről a sztori. Hát én te 800 körül írtam. Te 800-at írtál erről a sztori, hogy isteni. Értem, jó. Hát tényleg nem lehet jelenteni. Utána is megkerestem a nagy hadtörténészeket, érted, válaszoltak, hogy mondom, hát hogyan győzhetek, hogy tudja a halál. Szerintem itt valami körülfogták őket, így akkor lövöldöztek, ezt csinálják a kőszegélyek. A Habsburgokkal körülbelül 1770-76-ban köttem. Jó, nem baj ez. Nem már baj ez. Röhög alatt, mindig próbálok pontos menni, és nem tudom, mert elfelejtem. Világos. Amúgy tudom, csak nem hittem. És akkor megválaszolt a focsás meg, hogy hát én, azt még írjál valamit, hát eső volt, sár volt, körülfogták, hiászkodtak, hagyni. Igen, volt egy szép menő nő, ezt körülbelül valamit így, vagy hercegnő. Volt egy másik nagyon nagy nevű történész, aki elsőre írt nekem három oldalt, másodszor már egyáltalán nem válaszolt, mert hát ugye most próbálkoztam megint, hogy segítsen. Nem. Nem volt rá ideje. Nem volt rá ideje. Csináltam egy interjút az ELTE, hát a nagynyelvű történészről van szó, az ELTE török tanszék vezető helyettes hölgyével, aki egy bűbájos, kedves, pici asszony. És mindig mondom neki, hogy én engem ez, hogy ezek a tényleg a fő dolgok annyira engem nem érdekelnek, mert az megvan a történet könyvben, de hogy kicsit térjük rá ezekre a kis cifra történetekre, ő azt mesélte, hogy amikor a szultán esténként elindult nem tudom hány számolatlan mennyiségű feleségét meglátogatni, akkor egy ezüsttel kivart cipőt vett föl, hallottátok ti ezt? Egy ezüsttel, ezüstű ilyen kis próbálkoztam már írással? Mivel? Írással, nem, dizgráfiás vagyok, nekem nagyon megy. Igen. És azt hallotta az egész palota, hogy azért voltak ezek a csengetjük rajta, hogy melyik asszonyhoz megy el. Igen, és csengetett, és akkor ugye ez benne az érdekes, hogy nem az asszony, nem biztos, hogy az asszony foglalkozott a szultánnal, hanem az asszony hozott olyan
hölgyet, vagy nem tudom, most ebben nem menjünk bele, mert a Kossuth Rádió volt, hogy hozott olyat, aki a szultánnak a kedvére tett. Tehát, hogy nem is a hölgynek kellett ott idekeznie, viszont, hogy miért volt ez, miért volt ez fontos, mert hogyha jó hangulatban lett a szultán, akkor ugye megsimogatta, hogy Abdullah, Megdullah, jó volt ez, jó? És akkor azt mondta neki, hogy akkor intéz már azt el nekem, hogy mit tudom én, a kettes Semicsár ezrednek a, ez még ez legyen a főnöke. És akkor az asszony ezzel befolyásolt, és az asszonynál nyalt mindenki, ezt akarom mondani. Szóval azon tudnám kiegészíteni, hogy az azért éjszakánként 3-4 szultán is végig kell. Kemény az volt, bőségesen több helyen megállt, hogy nagyapám mesélje, hogy isteni buli volt. Isteni buli volt. Cipő még mindig nagyos. Még mindig. Egyébként ezek tényleg a legizgalmasabb. Egyszer a lerahatás, leszakadt a lábamról a könyvfesztiválon, pódiumon kész. Egyik szandálom. Nekem van külön egy füzetem, amiben csak ilyen sztorikat, nyelvi leleményeket, ilyeneket gyűjtök, és az a poén sokszor olyan helyekről érkezik, hogy így nem képzelném. Esténként sokszor úgy megyek a fiamnak esti mesét olvasni, hogyha valami régebbi könyv, hogy viszem a füzetet. Elolvastuk ezt a nagy 100 magyar népmese gyűjteményt, abból annyi brutál jó szöveget kiszedtem, de még olyat is, hogy az anyádnak a lenszözít. Tehát, hogy ez mekkora szöveg, és van egy füzetem, ahol csak ezeket írom. Mondatokat, székelykáromkodást, ilyesmi. Gyűjtök bele, és belefejezettem. És tehát itt bőven nem csak szakirodalomról van szó. Van például egy marha jó könyv a szex a magyar középkorban. Csodálatos! Hát ez az fontos, hogy ott külön fejezetben ezt kiírta. Nem tudjuk. Dr. Józsa László. Csodálatos. Jó. Van egy Veres Péter ajánlásával. És az első Anzsupori, vagy bár luxemburgi Zsigmond korából, de hogy egy német diák eljött Magyarországra, hogy magyar társalkodási ilyen könyvet, ilyen nyelvkönyvet szerkesszen. Ugye nem egy szótárat, hanem hogy milyen mondatok azok, amikkel itt szót tudsz érteni a magyarokkal. Igen. És vannak benne ilyen példák, hogy például hol uret, itt hogy hol van urad, válasz, baszni ment. Bocsánatot kérek, ez egy 600 éves nyelvtan. Zseniális, tele van ilyenekkel, és akkor ezek után kérdezzem, hogy megtőlem valaki, hogy miért káromkodnak a különben. Ez nem káromkodás, ez középkori magyar beszél. Ennyi. Azért már van majd forrásunk, hogy hová hivatkozom. Ez jó forrás. Azt mondta, hogy ő olvasta. Nálad, neked van ilyen kis... Nekem is megvan ez a könyv. Sőt. A WC-n olvasod, nem? Egyébként, amit Szabi mondta, tehát elképesztő mondatokat igyeztek föl. És akkor rájövünk, hogy nem sokat változott a világ. Egy kicsit szelidült sok szempontból, de olyan nyelvemlékek, amit szerintem a nyelvészek és a történészek egy jelentős része hatalmas élvezettel olvasva. Ezt szoktam néha javasolni tanároknak is, hogy esetleg, ha ebből egy picit becsempésztének a tanulmányokra. Én biztos, hogy értékeltem van. Én most olvastam második Lajosról, aki ugye Mohács után... Ja, mert most a YouTube-on néztem rajta látok készülvén egy ilyen című 40 perces dokumentumfilmet, hogy a király halála. És az az első komment, hogy úristen, azt hittem Elvis Presley-ről szól. Most kiderült, hogy Zsámbó Gyümölről? Zsámbó Gyümölről! Igen, a kakas, aki biztos nőtt címet. És abban a kis dokumentum filmecskében van, hogy a második Lajos koraszülött volt, és ez is mekkora a honnan a tökhözött? És azt, Jós, azt mondták a király az apjának, hogy meghal a gyerek, ha csak folytasd, disznókat hasítottak föl, és a disznó bélben, gyakorlatilag a még meleg testben tartották életben az újszülött második Lajost, és csenyergették a disznókat. Az egész hadsereg disznót evett azon a héten, az nagyon sok volt, mert... És amíg ez így volt, a cselepatakot hozzá mélyítették, hogy legyen jó hét. Viszont a török terjeszkedésnek ez komoly gátat vetett. Amíg ez működött, ez a biznisz, addig a törökök. Igen, meg amíg sok disznó volt, nem mertek átállni a törökökkel. Világos. Na ezt nekem ez gyönyörű például, ugye inkubátorban volt a második Lajos. Aki aztán belefulladt, de volt benne 3 készúrás is pluszban. Hogy így kb. Állati belsőségekről jut eszembe a korabeli óvszer. Igen. Tehát, hogy az afgánok máig azt használják, csak néha még rajta adják, hogy kecsét.
Támadban láttad, hogy olvasod. Megállod? Olvasok én mindent. Az Azsulinium, ahogy világos a kecskérdés. Szépen, Humbertek, és akkor mondod, hogy a könyveket nem hinni kell arra megvizsgálni őket, szóval mosók kezeimet ezeket. Nem baj, nem baj, nem baj. A régi, a Tóth Tibi van egy kollégánk, őrült humorista, színben lakik, színben született az Észak-Borsod, bár az összes rokona, vagy Észak-Borsod, ott minden, ott már csak ilyen orgok laknak, és, vagy urukáim. És már nem is ez a lényeg, ő szoktam mondani, hogy a régi vicceken ma már csak nevetünk. És ennyi. A régi vicceken már csak nevetünk. Most egy ilyet is olvastam, hogy oroszlán szívű Richard, a nagy angol királyi egy ikon, egy nem tudott angolul, gyönyörű, olvastak egy nem tudott angolul, kettő, kétszer el akarta adni Londont, ami megint ebből is lehetne írni valamit, a negyedik azt mondja, egy csatát nem veszített el, ötödik, a saját családját kardlappal verte, hallott Krisztus? Kortlapban vette a saját családját, egyébként látás homoszexuálisnak sejtik, plusz, most kapaszkodj meg, kleptomániás volt, bejárt ilyen gyümölcsöt lopni, ahol viszont kardot nem vitt, mert félszégyelte, és ezért a parasztok verték. Na, ez Richard, aki Sean Connery úgy játszott el az egyik filmben, hogy megőrülsz. Na, ez megint ugye a legenda készítés. De milyen szexi kezes látása volt Sean Connery. Ugye? Középkori ilyen melegítő nadrág. Igen. Az egy másik film. Úgyhogy a Star Trek-es volt. Star Trek-es, igen. Ilyen Hunyadiról valami ilyen kis... Kezes lábas. Kis hátsó anyag, valami, ami... Állítólag nem volt az itt. Hát nem volt, de hogy valami nem, csak nagy farka volt, azt ilyen, mondja a nagy répájú hunyadi. Mondja a bárja. A hunyadi első két kötete az arról szól részben, hogy mekkora répája van. 24 éven felüléletnek ajánlott az első két kötet, tehát ezzel valóban sokat idéztünk a már említett kötetből a szexot. Meg a kecske? A kecskéket megjelentett, azt én meghagyom a hajlózókat. Ha már járunk az ügyen. Nem, mert egyébként a Hunyadi Kornak ugye luxemburgi Zsigmond királlyal jegyezték föl, hogy Európa szerte kb. hány gyermeke lehetett. Egy dologban volt világcsúsztató, hogy fiút nem sikerült, tehát csak lányokból utazott, és... Nem az ő fia volt? Több tucatnyi. Több tucatnyi. Bocsánat, de volt egy ilyen pletyka. Te vagy a szakértő. Komolyan volt ilyen pletyka. Van egy olyan író is, mert csak a kezdalakat dolgozik. Nem, hogy pletyka volt, hanem... Tudtam, hogy tudod, éreztem. Nem a Mátyás, az... Nem Mátyás az apja. De ő eldicsekedett, hogy az ő apjának az apja, sőt valami Bonfininek vagy valakinek bele is építették huncutul, hogy tulajdonképpen hát ő nyitotta meg a határt. Állítólag Hunyadi Jánosnak volt egy Hunyadi János nevű öccse, ami állítólag családon belül akkor lehet, hogyha az apa vagy az anya nem stím, a másik. Az anya ugyanaz volt, szakértő úr? Vagy csak így hívták, tehát többféle variáció létezik. De vagy a variációk egyik. Egyébként pont ettől izgalmas az egész, hogy rengeteg fél elképzelés fél bele egy ilyen a kornak az értelmezésében. És szerintem egy-egy ilyen regénynek pont az egyik feladat, hogy az olvasóba ezeket az elképzeléseket picit megmozgassa. Nem csak az, hogy kivel, kinek a gyereke, kinek nem, hanem ezek az elképesztő viszonyok. És minden jobban elmerülsz az életbe a korba, vagy bármelyik előző századokbeli korban, ráadjuk ez, hogy kicsit javult a világ azóta sok szempontból. Tehát nem biztos, hogy rossz irányba megy, elképesztő történet. Tehát a... Étel több lett ez fél. Így van, de hát oroszlán szívű Richard lehet, hogy kezdő volt sok szempontból. Most nem csak a kleptomániáról mondom a hanem, tehát most már... Őszinte még ilyen... Több száz ember várja, hogy Hunyadiról kiderüljön valami jó. Végig is, amit nem olvastunk, érted, hogy nem is azért maradoznak, hogy mit, hogy ezeket mondtad, valami ilyeszt. Nekem az is soha ilyet mondtad, de az, hogy... Na. Mert a
állítom, hogy én olvastam, hogy a Mátyás király az a török szultánnak a rokona volt állítólag. Tehát, hogy valami így... Na. Hát ez is benne van, a könyvekben is ez a vonal benne van. Azért tegyük hozzá, tehát Mátyás királynak érdekel volt, hogy Zsigmond unokájának tekintsék, hát azért az ő hatalmát ez mindenképpen erősítette. Másrészt az uralkodók egymástól és vérrokonságtól függetlenül azért testvérüknek tartották a többi uralkodót. De ez a legenda, hogy Hunyadi Jánosnak valamelyik nagynényét, unokatestvérét, lány rokonát elrabolták, és ő szülte meg azt a második Mohamed szultánt, aki egyébként Mátyásnak is kortársa volt. Ez a legenda, vagy ez a lehetőség erősen benne van a pakliban. Tehát ezt utólag már sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. Ez egyike a regényes változatoknak, ezekből élünk, ezekből a regényes változatok. Urbánszki úr két sorban írt 800-at. Tehát azért mondom, hogy ebből a... bármi lehet. Nincs több adat. Tehát nem azért, mert én most... Tudom! Hát, nincs. Sőt, a honfoglalásról semmilyen adat nincs. Illetve ami van, az 8-féleképpen magyarázzák első variációban. Igen. Neves régészek. Nincs, mert kettős honfoglalás elmélet, már régi. De most már megint igaz. Most ez megint igaz. Már megint most az avarokon keresztül, avarokkal együtt jöttünk be. Az avarokkal. Én ezt ki tudom fejteni kedves címmel, meg egy negyed óra. Ne. Negyed óra vagy hat kötet. Negyed óra vagy hat kötet. Jó. Szóval arról nincs semmi információ. Akkor megint. Arról sincs semmi információ, hogy akkor... Nincs. Nagyon-nagyon kevés adott van. Tehát nyugati nem volt életmeneség Magyarországon, ez nem szégyen, ez tényértetem. És a nyugati krónításoknak a félszavaiból, az utalásaiból, valamiből... Esetleg. Mert azt tudom, hogy az Egri várnak arról olvastam annak idején, az Egri vár olyan pontosan van detektálva az 1552-es ostrom, hogy még az is le van írva, hogy a török nagy ágyuk honnan, aznap délelőtt hány lövést adtak le, honnan, hova. Tehát ennyire precízen le van írva. Én azért szeretem a régi korokat. Négy nap volt ott egy hiba, mert feltörték a pincéket a törökök, és megtalálták a bort, és akkor 4 nap pihenős volt. Akkor Allah mondta, hogy most nem. Allah nem lát a földből állni. Nem, Allah nincs. És jártam le a pincéket. Az nincs. Jó hangulatban. Van egy ilyen csaj volt. Igen, van egy török barátom, 20 év, Nusretnek hívják, 20 éve Magyarországon. Most már magyar állampolgár. Egyébként olyan feje van, mint a szlovák lenne, tehát egy ilyen kétszerű szőke gyerek, tehát nem így képzel el a törököket, mint én. Mi törökök vagyunk, csak mondom, mi törökök vagyunk. Bárhoz Kun tört, igen. És most állampolgárságot kapott Nusret, 20 éve itt van. Vizsga volt, és 2 darab DVD-t vásároltam neki, az egyik a Kopányi a testalapján, azt végignézte, a másik azt az Egri csillagot, mondta, hogy félig írta, és hát a Fonyódó Tibivel írtunk egy filmvázlatot, és a producer nagyon lelkes volt, hogy ez csodálatos, nyilván mindenkit érdekelni fog, de koprodukció kell hozzá néhány külföldi partner. Ebben egyet értettünk. És akkor elindult az alkudozás, és akkor ezt az angolok haraptak rá, tudod, hogy hú, ez nagyon nagy sztori, harangszó, meg ostrom, meg ez, ilyen jó, és akkor tehát producer érezte, hogy srácok, azért üljetek egy kicsit átírni a szöveget, mert az angol barátaink akkor nagyon érdekli, beszállnak, csak keveslik az angol katonák létszámát. De mondtuk, hogy de nem, persze nem voltak angolok. Angol íjászok jöttek. Ez a kérés fogalmazódott meg, és egy 100 íjászban gondolkoztunk. 101 íjászban. És 10-ben megállapodtunk. 10-ben megállapodtunk. Ezek után az olaszokat kezdte végtelen módon izgatni a sztori. Ez a Nándorfehérben nagyon jó sztori. Nehezményezték, hogy a pápa megküldött hatalmas sereget, és javasolták, hogy viszont a filmben ez lehetne így. Nem viccelek. Pakisztán hadd azért megkasztapába is. Egy 15 ezer úton lévő felmentő seregben megállapodtunk egy szabad szemmel is látható összeg fejében. Egy kicsit a Timivel aggódtunk, hogy mi lesz ebből az egészből. Képzeld, amikor amerikai pénz jött volna. Nem. Akkor kezdtük el aggódni, amikor a... 60 napot a tisztelet. Az még... Csak közmondás miatt.
lányok jöttek. Én megoldottuk volna, a probléma az jött, amikor nagyon nagy boldogan a producer berontott, hogy a törököket is érdekli a film. És hát itt jeleztük, hogy sejtjük, azt is, hogy mit szeretnének, és hogy mennyi pénz. Ezt most ne. Tehát ezzel még gondolkodjunk egy picit. Nem is lehet. Bocsi, azt lehet, hogy most nem szeretnéd elsőni, de azért megkockáztatom, mert nekem egy pár pálinka után egyszer észak a mesétet, hogy amikor az Andy Vajna mondta, hogy úgy írjátok meg, hogy a végén lehessen egy ilyen, legyen olyan vége, hogy esetleg, ha sikeres lesz, akkor legyen folytatása. Szegény Andy már a Mohács is a kettő, az nagyon jó. Nem, ez közvetlenül a Titanic 2 terülési környék alapban. Ugyanis Andy mégiscsak amerikai kultúrán nevelkedett, és a történelmi ismereteik relatíve, hát hogy mondjam, alacsonyabb szinten. Viszonylag alacsonyabb szinten vannak, igen. És amikor ugye ez a probléma fölmerült, hogy mi fér bele egy mozifilmbe egy ilyen 6000 oldalas regényfolyamból, akkor nem értette a problémát, hogy hát kell, hogy az ostrom ott legyen, nagy nádorfehérvári ostrom. És ezt tényleg nem értette, hogy mi ezzel a baj, megcsináljátok az ostromot, Hunyadi nyer, magyarok nyernek, úgy van, hogy siker lesz, és utána jön a Hunyadi 2, ugye rögtön el tudjuk kezdeni forgatni. És akkor mindenki kicsit csöndben ült, hogy Andy, egy pici baj van ezzel a dologgal. Ez a Hunyadi volt olyan variatlan, hogy néhány nappal az ostrom után meghalt. Nagyon elszontyorodott Andy a hírtől. Nem egy amerikai hős, mert... Kimondottan udvariatlanságnak tekintette ezt a folytatások tekintetében abszolút nem európai megoldást, de be kellett. De egyébként érdekes a reakció, azt kérdezte, hogy na és ki tudja ezt? Én ezt még úgy hallottam, hogy ó, fuck, és ezt mások is tudják. Most megint az HBO-n a Csernobil. És megy az üzengetés, és az ötrészes gondolom látta. Csernobil, nem nézted meg? Kétszer. És megy az üzengetés. Én egyszer róla figyeltem. Elég volt egyszer is után szkúl. Egyszer, és mindenki. És arról is sokat tudok beszélni. És megy az üzengetés az HBO-val, hogy mindig van egy ilyen, hát lásd ez a történet, hogy nagyon gáz, hogy angol nyelvű. És akkor ott amerikaiak visszaírták, hogy hát igen, de hát ők ezt angol nyelvterületre szánták. Ugye a Skorpió király se beszél új-egyiptomi, vagy... Akkor jött a másik brigád, hogy miért nincsen benne fekete ember. Igen. Ezt hallottam. Van benne az egyik tűzoltó fekete. Az megfekedett, igen, de három belül meghallgatja. Meg ugye a Csernobil, a 86-ban, aki fekete volt, az valószínűleg amerikaiként volt, és megfogták. Ez egy nagyon rossz is, hogy fekete lesz, az igen. Akkor jött a másik brigád, hogy miért nincsen benne meleg, és akkor az oroszok visszaírtak, hogy nem volt elég bajunk. De hát a relaktor közepén 2000 fok van, az nem elég meleg. Na szörnyes, hát nehéz az a filmírás, De most ugye az oroszok megcsinálják az ő változatokat, amikor valószínűleg nem robban föl a... Vigyáték lesz. És akkor mindenki a balsaj bele táncol, nem tudjuk. Szóval nehéz ez a film. Meg azért, mert örök volt, de ténylegesen mi birtokoltuk Steyerországot, tehát Ausztriának a háromnegyedét, az emberi, tehát nem a gyereket, hanem a normálisabb részeket. És elcsesztük, mert az osztrákok főzázatra kerülni, ez kap ki. Komcsi! Jó. Úgy történt, hogy előttem meghalt az uralkodó, hát az ottani herceg gyerek a Badenberg civakodó, Szivakodó Lajos, ilyen nevek vannak. Azok Szivakodó Lajos. Kék Szivakodó, ilyen nevek vannak. Harciósnak hívták a németek, mi Szivakodónak nem. Rohadt egy balnéző gyerek volt. És volt nekem egy örököt, és sorban, tehát benne voltak a magyarok, a magyar király lányának a férje vette el, annak a testvére vette el, tehát ilyen az unokahúgát a csávónak. És akkor jogosultak voltunk bevonulni. Bevonultunk, és olyan díszmagyarok voltunk, hogy kiutáltak. Mi voltunk a nagyképűek, a rohadtak, a kegyetlenkedők, a lopósok, ki volt tudani a Mária Hírfest
Nem, loptak is. Mi csúnya dolog, ugyanez mondtak. Túl kemények voltak a magyar kormányzók is, föllázadtak. Aha. És utána Pekintre veszélyben. Csatában is. Ez oda lett a Krakóban, meg Nápolyban is kétszer. Nápolyban mi volt? Az a te szakterületed. Hát ez az ugyanez, hogy megnyertünk. Jó, van is egyszer majd erre. Kétszer megtörtént, hogy ugye Nagy Lajos végig ment, hát azokban a területeken nem égette porig a dolgokat, ahol átengedték, meg tisztelettel fogadták. Kétszer elment Nápoly, kétszer bevette Nápolyt, és kétszer vissza kellett jönni, mert egyszerűen ott nem tudott erkölcsi győzelmet aratni. Ez egyébként nagyon izgalmas. És ugyanez volt Krakkóban, ugye azt még Anzsu Károly intézte el az apja, hogy ha Nagy Kázmér lengyel király meghal, fiú örökös nélkül, akkor Nagy Lajos, hát akkor még nem Nagy Lajos, hanem Anzsu Lajos lehet Magyarország királya is, mivel ugye az ő anyja volt Kázmérnak a nővére. Ez eddig teljesen rendben is volt, bevonultak, hát egyszerűen megkoronázták őt lengyel királynak is, létrejött a lengyel-magyar personálunió, majd Nagy Lajos azt mondta, hogy akkor anyám, drága, itt maradt helyettem kormányozni. Olyan szinten sértésnek vették ezt a lengyelek, hogy valami brutális ilyen utcai balhé, meg hát ilyen pedig lengyel trózakharcás. Lengyel volt az anyja. Igen, de akkor már nem számított lengyelnek, 1320-tól 19-től Magyarországon él. Nem lehetett, mi az, hogy nekünk, hogy mi megkoronáztunk egy királyt, és ő meg egy asszonyt hagy itt. Hát milyen lenézés ez? Brutális vérengzés lett a vége. Piaszt Erzsébet hajszál híján ott hagyta a fogát, úgy kellett kimenekíteni onnan. Úgyhogy az volna, hogy ide a nagy jelzőt Lajosra még azt hiszem, hogy nem is magyar krónikás aggatta, most meg nem mondom melyik szomszédunk, de hogy az a vicc, hogy Nagy Lajost külföldön is Nagy Lajosként, nagy uralkodóként tartják számon, igen, de a lengyelek nem szeretik azokat az éveket. Mert most az nagyon ősi át. A Mutter nézi a magyar egyet, azt kicsit meg van tébolyodva. Ő azt mondta, hogy ő meg most szülne. De minimum még 10 millió, azt mondja apámnak, de hogy 10 annyi millió. Ti hát annyit adnak most a csókra, hogy 10 millió. Azt mondja apámnak, hogy azért a nyugdíj mennyi azért az nem. A csókra. Azt mondja, hogy 70 évet. Ott megoldanák már, hogy 10 millióért. Sok mindent meg lehet. Lenne egy nagyon édes, tudom, hogy a pénz kell utána, azért van nektek pénzed. Lenne egy nagyon-nagyon sztori a Szabi korából. Bocsánat, mert én köztudottan nem szerettem a lovagokat. Szerintem azok ilyen kis. Na mindegy, nem szeretem. Bűnözők! Ki tudom fejteni, de hosszú. Nem fejtel ki. Tehát Nagy Lajos korában, Nagy Lajosnak volt egy nagyon kemény hadvezérő Lackfi István körülbelül. Leve a fej, volt a fején sárkány, vagy a fater? Valami tököm sem tudja, ilyesmi. De a fater... A sárkányos Lackfi. Kettő is volt belőle, mind a kettő. Hadvezér volt, az apja volt már Károly. A gyerek volt a fején sárkány. Igen. Leszambáztak Nápolyban, mert volt egy örökösödési háború, meg hasonlók ott, nyírták egymást az olaszok főleg a beszédes emberek, nem annyira, és volt egy nagyon híres eset, amikor Tarantói Lajos hadvezér kiítva a Lackfi István egy lovagi párbajra, hogy döntsük el férfias módon, hogy most ki lesz a győztes, nem kell itt ezeknek meghalnia. Lackfi azt mondta, hogy oké, hát ez egy sűrű gyerek volt, egy erdélyi csávó, Tarantói Lajos rága, összepakoltak éjszaka és elhúztak bánatba. De bár, ez elhúztak. Utána van ennek egy folytatása, amikor maga a Nagy Lajos király ment le néhány évvel később. Tudja, franci. Nem akarok hamozni, mert lepívít a csávó. És akkor Nagy Lajosi király ment oda, és a Tarantói Lajos a csatát álltak, és akkor valami angol uralkodó lett volna talán a tanú, vagy valaki. Lett volna tanulja az újabb párbajnak, hogy na akkor most, de tényleg, de most aztán igazán. És akkor megvívunk egymással, és győzöm a jobbik, és akkor ne hajolnak annyi ezer ember, magyarok, zsoldosok, mindenféle népség, hanem akkor megvívunk egymással párbajon. Na vajon, mi történt? Tarantulaj, és felpakolt, és elcicoltak vissza. Itt a Schulz poén az, hogy ez nem pár évvel később, ez azt hiszem, hogy ugyanabban a hadjáratban történt. De Nagy Lajossal. És az első, akkor is Lackfi Istvánt hívtak ki. Tehát időrendi sorrendben először rávették Tarantói Lajos seregét, majd párbajt ajánlott, hogy ne legyen még nagyobb a baj. Lackfi István azt mondta, hogy oké, erre Tarantói, hogy mégsem, akkor elhúzok. Mentek még délebre,
Tarantói Lajosnak, ugye Nápoly Johannának volt a férje, egyszerűen nem tudtak elég csoldost összeszedni, mert a magyarok folyamatosan szétverték őket. Jött még egy csata, és akkor megint, tehát ugyanez lejátszódott. Akkor most hát tényleg vívjunk meg Lacki, és nem én azt hitta, jó. Tarantói Lajos megint elhúzott, a magyarok megint szétverték a maradékot. Tehát, hogy ez egészen jár. Látom, rosszul vezetek. Ennyi a lovagiasságról, meg a lovagiasságról. Ez a Szerpersektől föld taktikája volt. Mindig húzódott lefele Szicíliába. Persze. És egyre több vörösbort ittak a magyarok. Egyre nehezebb. Városháborúk nagyon ilyen, pont a Hunyadi korában nagyon később volt. Tehát ilyen nagyon ilyen látszat. Fölvonultuk, megijedtek, visszavonultak, tárgyaltunk, kötyömöntjük. A magyarok meg olyan hülyék volt, ezt nem tudták. Hogy itt tárgyalni kell, meg megbeszélni, meg hasonlóképp, oda nem tudottak már. Pizzázni kell, grappázás, pizzázás, jó hangulat, szurkolása Nápolynak, a Milánnak, valakinek számolt. Igen, megbeszélni a meccset, nem kell itt verekedni. Bálnak József írja a magyar hadtörténet, vagy igazából még a 14. század második felébe is úgy képzelhetünk el leginkább egy csatát, hogy van két tömeg, és azok összecsapnak. Tehát ennyi. Konkrét, de a magyar földről beszélünk. Tehát hogy ez a magyar... Egymásnak ugrottak, és csap-csap. De nem ugrottak egymásnak, inkább fosztogattak, járták körbe-körbe egymásnak. Nem az volt a cél, magyaroknak, a kalandozó magyaroknak, amikor kimentek szarrá verni a keleti franksereket két ízben, Redisztél és Augsburgnál. Augsburgi első csatát senki a világon nem ismeri. Nincs róla magyar cikk. Nincs. Az angolok áradoznak róla, oldalszámra írnak, hogy ilyen hadmozdulat, olyan akármi, nagyon-nagyon zseniálisan csinálták. Én 400 évvel későbbről beszélek most. Lényegtelen, de magyarok érted. Ebben a lényegtelen lopni mentek, ez a lényeg. Az, amikor az országnak az központosított hadseregével verekednek meg. Lopni mentünk. Jó, ennyi van. Jó, szerintem. És utána azért adóztak nekünk, mert jó szívűek. Jóságnak volt elég lóvé, vagy elég nyom. A Hunyadi, amikor, ugye János nem akart meghalni, hiszen gyorsan halt meg, hogy mondtad, hogy szegény. Producer nem tudta. Producer van? Hunyadi? Az itt a Pest is. Vagy a producer, vagy a Pest is ölte meg valami, vagy a kapiszkát ráolvasott. A producer életbe akart adni, erre jött a Pest is. Érted? De azért a bának most kéne gyilkoskodni. Hát most tovább ér most akkor. László hány éves volt? Amikor meghalt az apja, László hány éves volt az idősebb fiú? Hát talán 26 éves, 26. éves. Tehát nagy darab gyerek volt. Urbánszki? Nem! A Hunyadi László! Magasabb voltam, csak a csökkentett, és akkor kicsit szétmentem. 25-26. Ő a következő részben, hogy esetleg, hogy róla egy 8-10 könyvet esetleg. Mert tudjuk, mi lett a vége, háromszor lesújtott. Nem tudja befejezni, hogy elég nyugodt legyél. Ja, nem tudja befejezni. Több nap van hátra halálváig. Az minimum egy tökéletet. A gondok nem engedi. Értem. Szóval, hogy van tervbe véve neked az, hogy ha esetleg valahogy meghalasztod egy Hunyadi János, hogy utána mondjuk a családfán tovább haladsz. Mert mi azért te is fiatal ember vagy. Na most nem. Na, figyelj, mert figyelnek, tessék. Ugye pont ez a gond, igen, hogy ilyen tömören sikerült összefoglalni eddig is ezt a... Panaszkodtak, hogy még ilyen, ha éneket tudottál, azért nem kellene sietni. Tehát a 9. könyvnél úgy éreztem, hogy nagyobbokat kéne ugrani. Igen, és a 10. sikerült két hónapot haladni. Tehát szinte egyre távolabb kerül. Ne! 8 év van hátra Nándorfehérvárig. Ja, hát akkor a tulajdonképpen ez kitart ez. Kitart. Nyugdíjban már így nekünk, hogy... Én a unokáimnak megírtam az utasításokat, hogy mi a vége a történetnek. De egyébként szerintem haladok, mert a 10. könyvben például a Rigómezei csatát összecsaptam, tehát azt 400 oldalban sikerült. Szerintem... Történtek panaszkodások, hogy röviden írtad a csatát, halálkomoly. Túl rövid nem kellett kihagytam néhány dolgot, de majd... Woody Allennek van a poénja, hogy olvastam a háború és békét, oroszokról szól. Most ennek te pont fordított, reciprok értéke vagy. Jó. Nálad tervek.
Ja, bocsánat, én most éppen 6 kötet. Én sokkal gyorsabb vagyok a Jánosnál, sokkal kevésbé ambiciózus. Én 6 kötetben plusz egy előzmény történetben megírtam Anzsu Károly uralkodás éveit. Most 9 kötetben szeretném Nagy Lajos. És akkor ez ilyen 15 rész, 3 trilógia. Igen, kész. De a lányom, nem mondtad el, hogy ő mind 10 kötetet, akkor a Mátyás király. Szabolcs összes. Ez csak korvényen. Hát nem véletlenül, csak akkor belét folytottuk a szót, majd megírod gondolom. Tehát, hogy akkor 10 kötet lesz Mátyás királyról. Amíg érsz, addig hunyadik fogsz írni. Hát ez Mátyás királyról nem merem most megmondani, már sejtem, de szerintem az a félvilág a Mátyás, de meg a félek előzi a bánat. Az a lényeg, hogy kell venni egy új könyvet. Meg egy új telket, ahol tudom olvasni ezeket a könyveket. Ahol nem szabad senki. Szeretek gonosz lenni én a barátaimmal. Jánosnak nagyon sok előadásom voltam, és rendre megkérdezik tőle az előadások végén, hogy van-e terve a Hunyadi utára. És egyszer mondtam neki, hogy válaszolhatná azt, hogy amikor befejezi a Hunyadit, utána az a célja, bocsáss meg, hogy szeretne még tudni kimenni járókeret nélkül. Mert van izé, tudod. Már ott is azt olvastam, hogy nem is volt olyan rossz király Benyó László, nem tudom, nem olvastátok ezt a... Azt majd meglátjuk, majd el. Azt majd meglátjuk. Azt majd meglátjuk. Azt majd meglátjuk 2097-re, amikor oda érsz. Kicsit későbbre tervezem, de... János, honnett pletykám, egyszer nálunk, hogy buddhisztunk, volt ilyen találkozóféle, megtisztelt, eljött oda hozzám, picikét kortyokatott, nagyon-nagyon szólt, mondta, hogy még vezetnie kell, tehát elég kevés pálinkát hívott meg, hogy el akart indulni, és akkor ő azért akart elmenni, mert ha hazaért 10 órára, akkor még néhány órát tud dolgozni a Hunyadin, pont. Komcsi, megtörtént eset, nézzétek. Ebből az is kiderült, hogy milyen munkamódszerrel dolgozunk. Ivás után jobban megy a munka. Ez azért nagyon baj, most képzeld, hogy... Megítottuk és hazavittük. Most képzeld el, beisszik, azt utána nekiundod azzal a szekercével a fát faragni, akkor vége mindennek, plusz egy kéznek, amit lecsapta magára. Világos. Jó. De még az elején volt a Hunyadi, amikor így követtem fórumokon, hogy mi az emberek véleménye, és volt olyan egyik kedvencemben. De rengeteg ilyen emberről azért, hogy ez ír Hunyadi János, ez nem magyar, ez egy bazaráb. Bazaráb? Hát ez egy bazaráb, nézzetek rá a profilképére. Az mit jelent? Nem tudom. Ja, miért? Hát nem tudom, mi a bazaráb? Bazaráb? Moldáv? Bazaráb az Moldáv. Tök jó, hogy ilyen valaki tud ilyet. Zseniális. Nem akarsz írni könyvet, nem? Most komolyan. A bazarábban egy 800 oldalt nyílt. Bazarább. Milyen tudások az embereknek? Nem csak a történelemről, mindenről is. És persze. Javasolnám egy írónő barátomnak, hogy írja meg a Hunyadi lányok történetét. Párhuzamosan. Vannak? Amikor? Hát tele van. Most már vannak. Nézd meg annál, próbál a Wikipédiát. A cégén jelentkezett rám lesz. Csodálatos. A vevő és az olvasó dolgok. Hunyadi László né. Nék. Igen, kettes volt az. Igen, csak a nullák számától függ a szerződésben, hogy írják egy női Janzsukat, majd pedig egy... Női Janzsú királyok. Egy nem semleges Janzsukat. Idő, mint a tenger. De tök jó. Az akarok, hogy megcsinált először a Csernus a nő című könyvet, utána, mivel nagyon jól ment, megcsinálta a férfit. És most hát volt itt egy akadás neki, mert nem lehet ezt folytatni, nem lehet folytatni. Ez a semleges, ez nem annyira nyert még egyelőre, később lesz az olyan. De igaz vagyom most. Igen, ha nem lehet látni, hogy semleges nemű férfi. Semmi, vele kell. Ezek különböző tolószékes Anzsukról. Honnan tudod megkérdezik, mondom, belülről látom el. Autentikus forrás vagyok. Mondta nekem. Hát ezt talán megírták már a Jég és a Martin, azt megírtam, George Martin a kerekesszékes. Mondjuk már lekérdezték tőlem, hogy te mit szólok a hangos harca végéhez. Mondom, a tolószékes lett a király. Én milyen? Helyre billent a világ egyensúly. Te kész, nyertetek, jó. Bíró van a nyerő. Hogy a picsába tudta elérni a George Martinnál, hogy őrgóla így? Az csak a gyógy itt. Akkor egy marcsi. Én és George. Ha már a nagy filmekről van szó, a Vadár kollégám Vadár Sándor elmebeteg, gyakor elmebeteg. Ő a feleségét Sauronnak hívja. Tudod,
nem szürke mágus, napi. Ja, az előbb a harcias, a szürkes, az nem hajosult ez a... Ez így csak veled itt a sűrűbe. Nem. Válás. Teljesen. Neked a terve, a te tervedet mondja. Én nem, mint a tanár vagyok a történész, az egy többet végzett iskolában. Kettő évben. Nekem az a szerencsém, hogy én amikor ebben belekezdtem, akkor a János már többedik kötetnél járt, sokat beszélgettünk, elmondta, hogy ő mit csinálna másképp, úgyhogy én előrelátóbb voltam, úgyhogy én tudom, hogy 15 kötet lesz, és nem megyek az a világos. Mondott nekem tanácsokat, azokat követve, vagy megszegve, haladok a magam útján. Mi a kötelező olvasmány nálatok? A gyerekkönyv? Elveszett csillagok. Na, annak megkerült csillagokhoz valami elsőnök. Elveszett cirkáló, megkerült cirkáló, azért kérdezem. Megkerült csillagok. Hát figyelj, mutatsz egy jó szerződést, ahogy a Fonyódi ti mondta. Megvan az a pénz, amit korlással hallod. Nem. Egyébként, tehát az Anzsuk se azért 15 kötet, mert fú, ennek nagy divatja van, csináljuk meg. Tényleg előtte 2 éven keresztül terveztem ezt, hogy miután már megvolt az előző kötet, ami önállóként is olvasható, hogy tulajdonképpen mi fér bele, mit akarok elmondani, nem csak az, hogy a világban, tényleg konkrétan mit akarok elmondani, meddig tart az elveszett csillagok, az egy kötetes mű. Tehát én értem, hogy mindenki szeretné a folytatást, mert ez most a trend, hogy mindennek folytatása van, az egy kötetes mű. Kész. Egyébként tényleg távoli célok, nagyon szeretnék egy kötetes műveket írni néhányat. Tehát, hogy úgy egyben meg tudod, hogy 400 oldalon belül mindent elmondtam. Maximum trilógiát. De rövidebb trilógiákat meg tudom nyomni. Jó. Világos. Urbánszky úr, neked hány történelemmel foglalkozó könyved van a könyvtárakban? Jelenleg 13. 13 könyved van otthon, ami történelemmel foglalkozik. Nem a te írásod, nem a, amit úgy... Nem! Az ablakon van olyan 150 kötet, ami szakmai. Hogy van ebből 5? Öt. Értem, 150. Meg az izgalmasodik, papírozva, hogy honnan folytassam. Világos, és egyszerre az ötöd. Igen, és az agyad mindig betesz, tudja, hogy hol folytatódik. Világos. Vagy nem, de akkor fantáziálhatnál. Akkor bejön a kormányállás effektus, hogy álmodj szépen. Világos. Neked hány történelmi könyved van körül? De az csak az ablak. Hát a hálószobában már 4000 kötetlen van, és... Ezt kérdeztem, mint fiatal. Harmada. Jóisten. A harmada a történelmi. Nem, hálószobában. Tehát akkor a íróasztalon van ekkora, ilyen széles az íróasztal. Igen. A bejáraton, tehát ilyen ég alakban, félkör alakú a ház, illetve ilyen izé, és ilyen körcikekből állnak a szobák, és az a bejáraton picit nagyobb hasonló. És így oldalt tudok befelelni, mert a ház széles. Oldalt tudok beférni, de azért már módjával. De szerintem az Urbánszky nem fal, hanem meggyőzi a fát. Ledumálja, gondolkodtam már ezen. És most pakoltam oda 1200 DVD-t az átfogom fejéhez, kezdek átszokni a filmekre is. Egyszer olvasok és tudom a filmeket. Neked hány történet könyved van? Úgy, ami... Nem tudom, egyszer elkezdtem megszámolni, csak nem fértem így a szoba végéhez a könyvkupacoktól, és feladtam. Nem. Van egy kupacok. Több ezer. Ezer. Több tízezer. Több tízezer könyv. Külön lakásban. Tehát van egy külön hajót. Munkás lakás. Ez az alkotó lakás könyvet kell tenni. Igen, meg raktárak. Van egy közös barátunk, mind a kettőnknek grafikákat készít, és kérdeztem akkor, hogy basszus, te voltál már a János? Én nem voltam még. Szóval hogy János, nem gyűjteményei vannak, hanem gyűjteményei. És ez igaz. És ezeket számon nem tudod számon tartani? Nem tudom, és nem tudom, mi hol van. Ezért ha keresek van, valamit, akkor újra megveszem, mert nem fogalmam sincs. Én tárad fel, dumoljuk. Megvettem 3-4 példányban, mert elfelejtettem, hogy már megvettem. Ja. Csak akkor rám tört, el kéne, hogy Bírófagyanak megvettem valami hülye izé, kolai krimiájét, vagy 3 példányban. Mindig elfelejtettem, el kéne oldosni. Utána elégett már. Én ugyanígy, hogy rengeteget vezetek, és a benzinkúton, amikor megállok, akkor mindig megveszem az autó című újságot. Felső vécében is van kettő, meg az alsó vécében is van kettő. És ugyanaz van az... Tényleg, nézd már el! Tehát ugyanezt olvastam föl.
Ez a könyv ugyanaz. Nézd már, ez ugyanaz a kocsi, de ugyanígy vagyok én is. Én most sem magát veszem. Ennél rosszabban, ha akkor jössz el, akkor már végigolvastad. Hogy ez már... Az már gáz, akkor már abba kell hagyni. Az olvasás igaz. De én nem mondom, most fejeztem be a töltem szakot, töltem tanítást. Én most bevallom nektek, én nem is tanítottam. Gyakorlat után kötelező szakmai gyakorlat volt. Saustau hegyen, az Nyíregyháza külső. Ott nagyon kevés Hunyadi vagy Anzsú, de még negyedik Béla sem nagyon járt. Egész egyszerűen az nem arra való. Olyan pánikát őznek anyám. Ott egyébként ott ilyen, amikor én voltam ott tanuló, tanító, vagy tanár gyakorlatként, akkor ott ilyen olajszűkítők voltak. Egész, abból éltek. Olajszűkítés és számla gyár. És nagyon jó volt az emberek annak a környéken. És ötödikbe kellett tanítanom, történelmet meg nyolcadikba. Ötödikbe ugye a római birodalom. Imádtam, hát ugye akkor még az ember lelkes, és vittem be, Kolosszeumból volt 40 perces videó, bevittem a kölyköknek, hogy mit láttunk, néha megállítottam, és akkor, hogy mi van a Kolosszeumban, hogy keresztényeket ettek az orosztánok, szóval mindent, hogy milyen szintes volt, meg tengeri csata, szóval mindent, vittem be, mondom, videót, áramot is be kell, szóval mindent bevittem a gyerekeket, és kötelező, ezt nem tudja, de kötelező feleltetni. És kívtam Lajoskát, hogy feleljen Punhából. Punhából. A csillogó szemben a Lajoskát, akit reggel megnyitottak. Ne! Ez egy drapszínű kisfiú volt, nagyon okos. És... Ne, abszolút okos gyerek volt. Szóval Lajoska, tanultál? Így az, ő tanult. És mondom, na akkor Lajoska, akkor mondom, az első Punhából mesél már. És akkor egy vigyázválásban, de ezt mondja, kanibál átkelt az arcokon, és radiátorokkal töltötte föl a hadseregét. Most akkor úgy éreztem, hogy baj van, mert radiátor, gladiátor, szóval semmi, tehát ez nagyon nehéz. Úgyhogy olvasgatni fosza, érted? Csak mondd el, hogy miről szól, az már nehezebb. És akkor mondom, jó, hagyjuk. Ja, közben ugye ott 8 osztálytársam, a másik csoportból 12 csoporttárs, 2 történettanár, tehát ott figyeltek engem, hogy mégis milyen munkát végeztem. Tehát ez nagyon kemény. Mondom, vegyük elő a történet atlaszt. Jó, az egyszerű lesz. Nézzük meg, mondom, nézzük meg a történet atlaszt, nyissuk ki, a provinciák mit adtak a római birodalomnak. Ugye ott a ikon, azt a nyíl. Ezt akkor mondom, nézzük meg, ugye a Dácia provincia, fa, ugye, Germánia provincia, bőr, és akkor Afrika... Dácsiából ment a kultúra föl. Kultúra, ment a románia. Igen. És Afrika provinciában egy oroszlán volt. És mondom, Lajoska, mire való az oroszlán? Hát a gyerek így... Semmi. Mondom, azt mondja, a gyerek így megnézett, mezőgazdaság. Mondom, láttam már oroszlánnal szántam. Akkor azt mondja, kicsit azt mondja, figyelj, azt mondja, a nagyapám olyan erős, azt is befognázt egyébként. Ötös. Jól mondod, ötös. Na azért mondod, az ötös kapott így. Hát a képzeleten ott húztam, hogy furrokoltam. Vették be a parba. És akkor a másik az nehezebb volt, nyolcadikban a vasilakótelep. Ott van a vasilakótelep? A vasilakótelepet tanítottam abba az iskolába, ahol oda jártam 8 éven keresztül, de én meg nem mertem bemenni a tanáriba. Alapból félteni. Megmondom, miért én a naplót ott írtam ki, mert azért félteni, és megmondom, mert benne volt, mint a Pavlov kutyájába, hogy én bemegyek a tanáriba, akkor engem apám este megvert. Mert... Ez így történt. Ott volt a dolga. És nem mertem bemenni. Apád volt a mintatanuló? Apám a szakközében volt, mint a világ. Majd azt is elmesél. Már nem azért vagyunk itt. És akkor nyolcadikban második világháborút kellett tanítani. Nekem ez a kedvenc témám. Szokták mondani, hogy a hobbi náci vagyok, és mindig kikérem, hogy a hobbi szót. És... Ez jó. Tudod? És régi fixem. Na és akkor és a kölyköknek mondom, hogy gyere, Sztáligrádi csata. És akkor mondom a gyerekeknek, mondom,
Kérem szépen, Paulus tábornok, 6. német tábori hadserege, utcára utcára, házról házra támadja, Csurkov tábornok 62. és 64. szovjet hadseregét. Na, úgy beleértem magam, hogy óra végén volt a gyerek, akinek hasnövése volt. Volt a gyerek, akinek fagyás is érődés. Így pattogtak a golyók, az minden mondtak, és akkor ott tartottam már, hogy már a belvárosba dúlt a harc, és akkor így két kislány azt mondja, de így... Mondom, parancsol ezt, hogy a tanárbácsodat van már barátnőjére. Ennyi. Mondom, Júcsi, nincs nekem. Nincs neki! Neked van már barátod? Azt mondja, ó, figyelj, így a kislány, 14 éves volt. Vagy 8. is, inkább így van. Figyelj, ó, már 2 éve emberrel élek. De megint akartam a villámlékuskáról mesélni. Érzed bánul, hogy vége van. De akkor ezt elmondom neked, hogy ezzel szemben a heraldikai ismereteik rendkívül fejlettek. Én a nyílségben tartottam rendhagyó történelmórákat. Aha. Hónapval ezelőtt, és vittem mindent, fegyvereket, sisakot, tudod, zászlót. És akkor, hát a hunyadi korról természetesen, és vittem egy nagyon szép hunyadi zászlót, és elkövettem azt a hibát, hogy megkérdeztem tőlük, hát ott a hunyadi címer, fekete holló csőrében egy ilyen nagyon fasza aranygyűrűvel, és megkérdeztem, hogy szerintetek mit jelképez ez a címer? Kúrusban mondták, hogy lopás. Mondom, nem az a szarka, de közel jártok, tehát... Sajó bábolynak is az a címere. Lóért nyúl, ló barna kéz. Éreztem, hogy messzebbről fogunk indulni a nyelvadat. Nektek mondok hisztori, hogy egy borsodi, egymás köz. Borsodi vagyok, bocsánat. Te is borsodi vagy? Nem. Nem, nekem is főképpen, én is szoktam az ilyen, így mondom, ilyen B-irodalmat, hogy amit nem esküldt írtál. Szóval, hogy valaki írta, lehet, hogy legenda, de én olvasom. Én imádom ezeket, hogy a Meccsei, aki a Egrivár kapitánya, azt tudjátok-e, hogy halt meg? Persze. Tudod? Na elmondom, Sixo, ahol most az italt gyártják, Sixo, San Francisco, úgy mondják ott. Kocsmába nézeteltérésbe keveredett, és felbe baszták baltával. A Szikszója. Egyébként Szikszót háromszor támadta meg a török, ez már a dekorodban az kicsit később a szátéter. A háromszor támadta meg a török Szikszót, ez egy ilyen mezőváros, tényleg semmi nincs ott. Iberokkogony. Nem, hanem az utolsó csata után az ónodi vásárba 1100 lovat vittek eladni. Az ónodiak. A Szikszója. Tehát egy kegyetlen nép volt az. Tehát mindenkök török vagy egrivák vitéz. Ezeket imádom az ilyen törvényeket. Ezt át csinálni még egyszer ezt a padár. Ezt a padár tudja, ezt a padár a mikrofonba a világ összes effektjét. Tehát pofán vágja a feleséget, de azt úgy csinálja, hogy érzed, annyira. Egy külön szakta hangutánzás, ezt én nem értem. Gárdonyok jó volt a dramaturgiai érzék, pontosan tudta, hogy hol kell lezárni a sztorit. Tehát, hogy még hős történet legyen. Igen. Omlodozott a vár, de vége volt. Ott vége volt.